A tavaszi szezon rajtja előtt szurkolói ankétra várták a Paksi FC székházában az érdeklődőket és a sajtóképviselőit. Csertői Aurél vezetőedző a felkészülésről beszélt, Haraszti Zsolt ügyvezető pedig megfogalmazta a célokat, melyek nem változtak őszóta, azaz az első 6 hely, valamelyikére várják a csapatot. 4 új játékos érkezett erősítés gyanánt. A 23 éves Bobál Dávid egykori korosztályos válogatott hátvéd a Honvédban nevelkedett. Paksra fél éves csehországi légióskodás után érkezett. A 24 éves Cseke Benjamin középpályás Újpestről tette át a székhelyét Paksra. Zsidai László kétszeres magyar bajnok, háromszoros válogatott labdarúgó. A 32 éves középpályás az MTK-nál nevelkedett, Hollandiában légióskodott, majd Debrecennel bajnok lett. Paksra már a Puskás Akadémiától érkezett. A felkészülés végén jött Könyves Norbert a paksi csapathoz, aki korábban 2,5 évet már dolgozott Csertői Aurellal. A rutinos jobbszélsőnek nem ismeretlen a zöld-fehér paksi szerelés, hiszen 2013-tól 56 mérkőzésen viselte már. Eddig 206 NB1-es találkozó van a lábában, a most megkötött szerződése a Paksi FC-vel 2,5 évre szól. Igaz, egy kicsit későn csatlakoztam a brigádhoz, mert az az igazság, vártam egy külföldi ajánlatot, ami nem jött össze, és most már Paksot szeretném erősíteni, és ott folytatni, ahol abba hagytam. A felkészülés alatt ifjú Haraszti Zsolt keresztszalagszakadást és porclevállást szenvedett, így ő most több időre kiesik a játékból. A klubelnök a Magyar Kupában való szerepléshez fűzött reményeit osztotta meg a hallgatósággal. Szeretnénk ott is maximálisan helyt állni. Ugye február 20-án kezdődik, és azzal a Puskás Akadémiával kezdünk, akitől azt gondolom, hogy december 8-i 1-1 után ezt vissza kell adnunk, ez mindannyiunkban benne maradt, az a 94. perc. A szombati kezdés 0-2-0-2, ez lesz az eredmény is, és 14 óra még ráadásul, úgyhogy lehet, hogy nem véletlen. Bognár Péter jóslása nem állt messze az igazságtól. A bajnoki rajton az MTK vendégeként a 86. percig 2-0-ra vezettek a paksiak, majd szépítettek a hazaiak, így 2-1-es paksi győzelemmel ért véget a találkozó. Az első hazai meccsen a haladás elleni találkozón már az új lelátón szurkolhatnak a Paksi FC stadionjában a trukkerek. Most a hosszú oldali B-lelátó, valamint a rövid oldali C-lelátó az, ami a vendégszektor után átadásra került. Ez a két lelátó, ez több mint 2100 fő befogadó képességű, úgyhogy innentől kezdve közel 2800 fő lesz a stadionnak a befogadó képessége a vendégszektorral együtt.